Hosszú idő után újra hagyományos tárlatnyitót tartottak a Dunamenti Múzeumban. Az intézmény főépületében november 27-én nyílt meg a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete Dunamenti Anzix című csoportos tárlata. A kiállításon 24 alkotó mutatja be munkáit, zömmel festményeket, de kiállít egy szobrász és néhány grafikus is. Vannak itt lelkes amatőrök, fiatal képzőművészek, akik most keresik az útjukat, a kifejezési eszközeiket, kísérleteznek, és vannak egy tapasztalt, érett művészek is, nagy mesterségbeli tudással, akiknek szintén láthatunk itt alkotásait. A kiállítás, melynek megnyitóját eredetileg októberre tervezték, akár jubilóminak is nevezhető, hiszen a MAMSZE elődje, a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága 30 éve alakult. Ezt a kiállítást még röviden a Magyar Festészet Napjához szerettük volna kapcsolni, amely október 18-án nyílt volna meg, ha ez a járvány mizéria nem jön közben. De így utólagosan is én merem fölajánlani ehhez a Magyar Festészet Napjához kötődően a mi kiállításunkat. A Dunamenti Anzix, tehát Dunamentéről üdvözlet a kortárs, szinte Kárpát-medencei magyar kortárs képzőművészeti kultúránkba. A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete 2014-ben vált ki a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságából, hogy új programmal, megújult lendülettel dolgozzanak. A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete 47 taggal rendelkezik. Ebből 43 alkotóművész, igaz, hogy ezek között vannak most művészettörténészek és olyan alkotók, például ilyen dizájnforma szerű, mint üvegművész, vagy iparművész jellegű, de ez is egy csoportba tartozik, és 4 tiszteletbeli tagunk van. A MAMSZE tagjai kiállítottak már Brüsszelben, Nagyváradon, Zentán és Szabadkán is. Jelenlegi tárlatuk a járványügyi korlátozások betartásával látogatható a Dunamenti Múzeumban. Csoportos látogatókat sajnos még egyelőre nem fogadhatunk. A teremben egy időben 6 személy tartózkodhat maximálisan, és tekintettel a téli időszakra a kiállításunk hétfőtől péntekig látogatható, 9-től 4 óráig van nyitva a múzeum. A Dunamenti Anzix 2021. február 26-áig tekinthető meg a múzeum Nádor utcai főépületében.